Álljátok ki a szerelemnek ezt a próbáját. A lélek minden örömével és gazdagságával. Safarian, 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 Safarian. A király itt marad velünk? Dehogy. Bocsássatok meg, ki kell mennem, hogy őrizzem az ajtót. Az éjszakát töltsétek nagy szerelemben és boldogságban, és szeressétek egymást mindörökké. Safarian, 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 Safarian. Ne nézzen rám! Elmondod, te vagy én? Kérlek, maradj csendben! Hagyjátok abba, egy fél órája ezen veszekedtek! Miről van szó? Igen, semmi, semmi. Arról van szó, hogy Nikó, az öcsém szerelmes beléd. Mi? Tessék? Igen. Mondjad! Folytasd, van, jól van, jól van, mindent elmondok. Szerelmes beléd, elmondta nekem, neked azért nem mondta el, mert túl félénk. Olyan hülye az öcsém. Nem, nem hülye. Szerintem borzasztó, hogy így beszélsz szegény Nikó érzéseiről. Ilyen az egész család. Jobb, ha hozzászoksz. Vigyázz magadra, ne bízz bennük. Baráti jó tanács. Kész vagyunk, ugye? Azt hiszem, lázas vagyok. Úgy fáj a fejem. Akkor feküdj le. Nekem mennem kell. Ne, várj. Nikó mindjárt itt lesz. Nem. Nikó azt mondta, ide jön. Én megyek, megmosom az arcom. Mindjárt jövök. Figyelj csak, figyelj rám! Berakunk valami zenét, valami rockot! Nem, én csak klasszikus zenét hallgatok. Várj, nézd rám, ne légy neveletlen! Klasszikus zene, az anyámat Titinának hívják, és biztosan hagyott itt valami klasszikus zenét. Minden rendben, oké? Minden rendben. Jól van. Nikó! Azt hittem, nem vagy itt. Menjünk aludni. Holnap suli és korán kell kelni. Nem tudok aludni, ideges vagyok. Miért vagy ideges? Semmi különös. Nocsak, felség, mondja csak, mit csinál itt ilyen későn ezekkel a virágokkal, meg ezzel a majommal? Mondja csak, miért nem tart inkább velem egy estét arra? Nem lehet. Őriznem kell Maximo Augusto és Florencia első közös és nagyon boldog szerelmes éjszakáját. Hogy maga milyen lelkiismeretes király, nyugodtan itt hagyhatja őket. Na, jöjjön velem, és fogyassz el az első italát Malalával. Nem, de esetleg maga is hozzájárulhatna az ifjú pár boldogságához. Én? Hogyan? Ha meghajol a majom előtt, azzal már elég sokat elérhet. A majom előtt? Na, ne vicceljen velem, hogy én Malala Torres Oviedo Santillán özvegye hajlongjak egy ilyen állat előtt, ugyan már? Nos, ha nem teszi meg azt, személyes sértésnek fogom venni. Rendben? Na, jól van. Jó. Na, látja? Meghajoltam. Több lelkesedéssel, több odaadással csinálja. Rendben. Ahogy kívánja, uram. Drága majom, itt érdelek előtted. Te áldott kis szent állat. Rendben, letérdeltem a majom előtt, most pedig... Nagyszerű. Most maga is megtehet nekem egy szívességet, nem? Ígyunk meg valamit. Természetesen. Na, mennyi? De nem ma. Talán majd máskor. Mi neved? Gondolkodjon azon, hol fogunk aludni. Ez elég egyszerű. Az ágyon. Soha nem fogunk egy ágyban aludni. A hagyományok szerint... Nem érdekelnek a hagyományok! Viselkedjen rendesen, vagy leveszem ezt a stólát, és elmondom a nagybátyának, hogy mi folyik itt. Mi a baj? Miért néz így rám? Valami baj van? Nem, semmi. Csak anyámra emlékeztettél. A mamájára? Én... Miért? Amikor apám találkozott vele, egy bárban dolgozott. Olyan volt, mint te, Szeleburdi. Lázadó. És a kezdetektől voltak furcsaságai. Apám persze... Mit csinált? Apám azonnal beleszeretett. Mint egy kamasz fiú. De az anyám sohasem viszonozta. Ez nagyon szomorú.
Mondhatok valami furcsát? Ez az első alkalom, hogy így beszél velem. Felsőbbrendűség nélkül. Sokkal emberibb, meséljen még. Nem, nem, késő van is, mennünk kell aludni. Lefeküdni. És hová? Hogy hová? Ide az ágyba. Nem, nem. Egyedül leszel. És maga hol fog aludni? Miattam ne aggódj, megoldom. Próbálj pihenni. Jó éjszakát. Szép álmokat. Majd édes. Szia, vigyázz! Franco nem látott, nem mondta, hogy itt vagy. Hogy vagy? Hát, miben segítetek? Jól vagyok, és te csak hoztam egy könyvet. Gondoltam érdekelni fog. Egy könyvet nekem? Igen, neked. De kedves. Tessék. De hát ez a... Foucault. Igen, Foucault Inga, nagyszerű könyv, ebből megértettem, hogy nem írtak le mindent. Megértettem, hogy minden az utolsó szóig felfogható. Imádom, a kedvenc könyvem. Nagyon szerettem. Hát akkor beszélgessetek csak az irodalomról, de nekem mennem kell. Mennem kell. Igen. Nem, nem, nekem is el kell mennem. Már ne! Megyek. Ne, kérlek, maradj még, úgy értem, ha már itt vagy, megihatnánk valamit. Mit szólsz hozzá? Nem, nem, tényleg el kell mennem, Nico. Késő van, majd máskor. Akkor legalább kikísérlek. Óvatosan, Nico. Ó, bocsánat, olyan ügyetlen vagyok. Jól van, majd olvasd el. Köszönöm, elfogom. Szia. Megvan! Ez az! Hihetetlen vagy, majdnem én is elhittem neked. Színésznek kellene lenni. Fáj a fejem, hogy mindjárt széthasad. Nem, komolyan beszélek, én is komolyan nagyon fáj a fejem. Nem nagyon tudom, mi bajom lehet. Nagyon, nagyon. Várjál, hadd nézzem. Neked tényleg lázad van. Safarian, 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 az új nap fénye, keltse fel az ifjú párt. Mi folyik itt? Ez bűn! Nem aludtatok együtt? Ó, dehogy nem. Figyelj, szenyor, hova néz? Hova néz? Hova néz? Igen, hova néz? Jól van. Az a helyzet, hogy gyönyörű, forró, szenvedélyes éjszakát töltöttünk együtt, de borzalmas rémálmaim lehettek, és megrúgtam a legrosszabb és legfájdalmasabb helyen, ahol férfit meg lehet rúgni. Erre felkelt, és azt mondta, hogy jó, akkor ez az első veszekedés. Ez a maximum. Lehet, hogy ez a hölgy nagyon szép, de királynénak nem elég jó. Miért nem vagyok jó királynénak? Miről beszél? Maximo! Nem élhetsz egy olyan nővel, aki éjszaka beléd rúg. Beléd rúg, beléd... Nyugodj! A belerúgás nem a megfelelő szó, ez a szerelem egyik formája. Kicsit talán erőteljes, de esküszöm, hogy legközelebb összekötöm a lábaimat, drágám, nehogy megrúgjalak, jó? Ez azt jelenti, hogy a jövendőbelim bármit hajlandó megtenni a leendő férjéért. Ugye, drágám? Igen. Igen, persze, bármit még meg is folytanám, de ma új nap kezdődött, és minden... A gyerekek! Ma iskolába kell menniük! És... milyen volt az éjszaka a hölgyel? Nem volt semmi... Semmi különös. Srácok, srácok, mit csináltok? Elaludtatok? Gyertek, keljetek föl gyorsan! Mit tettünk? Gyerünk, Martin, kelj föl! Keljetek föl, srácok, kezdődik a suli, gyerünk, el fogtok késni az órákról! Mi? Srácok, kérlek!